Sokan azt mondják és azt vallják, hogy a légfegyverek veszélyt vannak az emberi szervezetre, és ugye nem tudnak akkora nagy sebet ejteni az emberen, mint amennyire azt mi felfújjuk. Én ezt a véleményt nem osztom, mivel hogy én úgy vélem, hogy a lövedéket löki a légfegyver is, igaz, hogy 7,5 zsúl energiával maximum, amelyek nincsen megpiszkálva. Itt látható egy zselétömb, ugye ez durva 100-150 blum között van. Erre fogok már lövéseket leadni, két különböző lövedéktípussal, egy target lapos fejű diabolóval és ugye lépuskából ezt a szép kis hegyessel, és utána meglátjuk azt a kamerán is, hogy és mint fog viselkedni. Először pisztolya fogok rálőni, utána lépuskával a két kaliberből. 3 méterrel egész pontosan. Természetesen védőszemek használata szigorúan kötelező. Most igen. Itt lehet látni, hogy a léglövedékek itt álltak meg. Léglövést adtam le rá. Látosan közelebb is merem hozzávinni. Itt vannak és majd fotót is fogok majd róla készíteni. Most jön a Szlávia. Természetesen először kiabolóval, bár mondjuk szerintem ez úgy lenne a leghatásosabb, hogyha egy másik zselétömbön próbálnál ki, de mégis mit tud a légpisztoly, mert a légpisztolynak ugye 3 zsúl energiája van, a légpuskának meg 7,5. Hopp, csösszön ki. Ez is ugyanaz az anyag. Most jön a lépuska diabolóval. Azért mondom a 3 méter távolságnak, mert általában az szokott a védelmi távolság lenni. Hát lehet látni, hogy a lövedék az gyönyörű szépen ott elhasított felette, ez pedig el is húzta a csíkot belőle. És lehetett hallani, hogy szinte csattan a lőlapon. Bizony vissza is jött.
Lehet látni, hogy a lövedék az keresztül megy rajta. Szóval íme, aki azt mondja, hogy a légpuska az nem veszélytelen játékszer, az nagyon hülye a témához, úgyhogy a biztonsági rendszabályokat kéretik minden esetben betartani, ugyanis ezt ha lemérjük, több mint 10 cm-re ment be a lövedék, 3 méter távolságban 3 zsúl energiával, ez hogyha póló van az emberként, ez simán májlövést tud eredményezni. De majd még folytatom még ezt a videót, úgy, hogy elé teszek valami ruhanyagot is, akkor esetleg úgy, mit tudunk vele produkálni. És a felhasznált lövedék kek, egészen pontosan. A diabóló és a hegyes. Szóval centiméterbe foganatosítjuk az adatokat. 17 cm. Az, amit ugye a légpuska keresztül vitte, ugyanúgy a diabólóval, mint a hegyes lőszerrel. Lőszer, hát lövedéke. A másik, a legtávolabbi rész, 13-14 cm. Az, ahova a léglövedék 3 méter távolságról behatolt. Az akárhogy is nézzük, ez emberi testű viszonylatban ez már életfontosságú szervet tud eltalálni. Most pedig közvetlen közelről lesz egy lövés leadva. Azért jobban lehet látni. És pont üres. Na szóval, közvetlen közelről leadott lövés esetén, ugye itt látszik maga a léglövedék, és ez is 10-11 cm, ha közvetlen közelről valakire rálövünk. Ez azt tanúsítja, hogy érdemes megvárni azt a távolságot, amire belekerül az ember, ki egyébként itt van benne. Mert akkor úgymond a lövedéknek van húzása. Itt a másik is csak tudja már alányulni. Megyúszik az ajtón az vacak. És itt vannak benne ugyanúgy. Szépen frankón. És a felhasznált lövedék kek. Egészen pontosan. A diabóló és a hegyes. Szóval mi a tanulság? Lényegtelen az, hogy milyen lövedék. Ha van távolság, minimum 3 méter, akkor nagyobb behatolást eredményez, mint hogyha közvetlen közelről lőnénk rá valakire. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!